타이밍이랑 조금 다르지 않았어. 이렇게 하겠지 뭐. 내가 이제 또 여기 있는데 이게 라스트 파이널 뭔가 내가 우리시다. 아, sziasztok! Itt vagyunk Bélapátfalva Szemengyál megállóhelyen, és arról fog majd jönni egy vézi, amivel majd tovább megyünk Szilvásváradra, és vonalat fogunk bejárni a 87B-t például. Sátáig fogunk elmenni, tel szerint. És itt van egy gőzös kiállító. Ha jól emlékszem, akkor ez egy pulykának beszézett gőzös, 357-es. De, és szintén jól emlékszem, de ezt majd megkérdezem a saját képeimben is, hogy a Békési Pálinka főzde udvar egy ugyanilyen típusú gőzös van kiállítva. Vagy legalábbis nagyon hasonlít hozzá, és hát na, akkor megmutatom, hogy csak hogy nekem is elhiggyétek, hogy ott van a tábla, Bélapátfalvi Szemengyál, és körülbelül 10 perc múlva fog érkezni a vonat. Ami valószínűleg egy BZ lesz. Szóló BZ vagy pótkocsival BZ, hát azt majd kiderül. De itt egyszerűen a vonalon a BZ-mat az a jellemző jármű, és nagyon más nem szokott jönni. Éppen most Laci belemászik a képbe, de mindegy, mert már levideóztam. Úgyhogy most nyugodtan mászkálhat. De meg itt alakom, hogy a többiek is vagyunk egy pár, ami a ismerős lehet pár ember azért, a múltkori vonalba járós túrából. Hát, Laci pont nem volt itt, Attila itt volt, Laci nem volt itt. Ugye Tamás meg Dávid ott volt, meg Marci is itt volt. Ja, igen. Az előző vonalbejárás, és amikor Sátáig mentünk, hát most befejezzük. Hát itt van a kamerám. És itt van egy másik vonat is. De nézzétek, meg ez egy kicsit kisebb, de ebbe bele lehet ülni. De fölmásztam, hogy én is lássam, hogy itt egész jó állapotban megmaradt a konyha is. Ott van azért a fékező is, ott van a... azért, amivel a gőzt ráadják, ott a kazán. Ezt nézzétek, volt egy kis köd reggel, a maradványait még ott látjátok. Hát mire beírunk Szilvásra, már nem lesz ebből probléma, hát most már itt a... Hát itt a látó, tehát azért egész jól el lehet látni messzire, tehát itt már feloldult a köd. Hát lehet végül is ködbe vonalatba járni, csak nem sokat látsz a pályából, tehát nincs értelme. És ez a megállót viszont egész jól megcsinálták, van itt egy B+-szel parkoló is, van három biciklitállalóval, van egy szemetes, meg itt mögöttem van egy pad is, vagy azt is mindjárt megmutatom. Itt van még egy pad, ahol le lehet ülni, meg hát egy jó esőbeálló van, csak az eső ellen nem véd, de nem lehet mindent tökéletes. Hát itt lemaradt a teteje. Világítás az szintén van itt. Hát még az esőbe álló az jobban véd, oda egy ember beállhat oda, hogyha szakad az eső. Meg a gőzös konyhájában még bemászhattak egy páran. Már nem lehet, mert le van lakatolva az ajtó. Jó, ott látja, van egy fénysodompós átjáró, hát ameddig fenn van a sodompó, addig nem jön. Hát hadd sétálgasson. Ja, nem, hát jó, hadd sétálgasson, még ráig nem, ide jön a vonat. Ja, és látjátok, még az országos kék túrának is része a megálló, hát itt mindenfelé el lehet menni, hát látjátok, hogy ott a 10 km-re van egy barlang, ott egy vendégház, a szarvaskő is azért 11 km-re, úgyhogy itt kék túrázók esetleg ismerhetik ezt a vonalat. Ja, és itt van a pecsét, a kék túrázóknak a pecsétje, hogy itt lehet belepecsételni, hogyha már itt jártak. Bélapát. Jó. Pótkocsi valljon. Vagy két motor? Két motor szerintem. Hát, egy pótkocsi látom. Csak ne legyen. Nem, nincs hát a légkondi. Nem számít most. Most nem kell. Ja. Szilvási kibírik valahogy. Gyere. A bolondok gondolják. Jó. Megközben megérkeztünk Szilvásváradba. Meg közben megérkezett Matyi is ködeinkbe. Mikor is jött is? Mi pedig majd arra fogunk tovább menni, arra van putnok. Itt már régebben is átszállós megoldás volt, hogy itt állt a másik vonat, és akkor arra kellett átszállni, hogy tovább mehess. És itt pedig van egy melléképület még a állomás épület mellett, és itt pedig egy lakodó. Hát már ezt se használják. Oda, hogy három vágányos állomás, és arra fele, indulunk el Putnok fele. Elindultunk a Mokortesomat. Ebben nagy visényúig nincsen probléma a pályával, majd utána lesznek a gazos részek. De majd kiderül, majd megyünk arra, aztán látjuk.
És akkor innestől már, az eddig van egyébként ezek kitakarítva látszik. Itt a vonal, hogy itt a szilvásra addig, és na, utána itt jön a gazos rész, majd erre fel fogunk menni. Nagy kőm szerint ugye egyik ismerősömtől megkapottam. Erről jöttünk, csak hogy megmutassam. És azt írta vissza, hogy sajnos már nem kapható a könyv. Hát körbejárás, itt már nem nagyon van, tehát szerintem azért is jön két potolkocsival mindig a bézé, hogy ne kelljen. Tehát maga a körbejárás lehetősége az megmaradt. És van itt még egy pályasengő is, tehát innen még engedélyt is tud kiadni. Még lehet, hogy a mézga csatlakozó is működik, bár nem nagyon használják már ezeket, de mindenkinek van már szolgálati mobiltelefonja, tehát nem kell. Ja, igen. Ezt hogy már használják. És akkor a kemény magaz már indult előre, nem baj, legalább tűnik az utat. Megyünk majd mi is utánuk. Na, eljutottunk az első átjáróig, hát látjátok, hogy itt mi van. Mit is nem, semmi igaz. Viszont itt lehet kerülni errefele, úgyhogy majd itt a földúton megkerüljük. Nem, hát de már ennyit, itt lemész és akkor ott vissza. Igen. De Tamás, ne csináljunk hardcore teljesítményt, hogy itt. Hát a gondolod végig mehetsz rajta, aztán majd találkozunk az átjárónál. Rövid nadrágba ezen végig akarsz enni. Éles sebeket látsz. És akkor a földúton eddig jöttünk, és az itt látszik, azért szépen néz ki a pálya. De na, itt a másik oldalt is megmutatom mindjárt. Jöntetően, hát errefele kell tovább menni, ott a pózna az jelzi, hogy merre megy a vasút. Meg a sinek megvannak, csak betemette a gaz, de így tudunk menni. De hát ez nem veszélyes, mert ez nem csalán, meg semmi, ezen simán át lehet menni. Na most kezdődik a... Ezért, hadd elhadd, azt mondjuk, hogy... Bár végül is úgy látom, hogy át lehet rajta menni, mert már átmentek rajta. Dávid már átment, akkor nekünk is menni fog. Neki sikerült, akkor nekünk is megy. Na ez egy jó szakasz. Jó. Na, itt viszont tartsátok a térköz mögöttem, mert a visszacsapódó galjak nem kellemesek. Várd meg, ameddig... viszont ez szúrós. Vazd meg, ez akác. De a vonalbejárás nincs akác nélkül, ezt már tudjuk. Vazd meg. Gyerünk tovább. Na, csak hogy... Nem, mert azért... Valaki írt a kommentbe, vagy mondta írőszóval, mert már nem emlékszem egy ilyen vonalbejárós videónál, hogy mert Dani mindig kivágod ezeket a részeket, és akkor csak azt látjuk, hogy mindig, amikor simán sétálsz a sineken egyenesre, és akkor mindenki azt mondja, hogy ez milyen könnyű vonalbejárás, stb. Na most ezt azért is, most ezt azért is benne fogom hagyni, hogy lássátok, hogy azért nem mindig olyan egyszerű ám a dolog, de ezt már elmondtam live-ba is, most azért, amikor kérdeztétek, hogy azért mindig vannak olyan szakaszok, ahol nehezen mész át, meg ahol tele van futórózsával. Na most tessék, lássátok fele, én például ilyen is volt. Ja, ilyenek. És ez nem is a legnehezebb volt ennél, mert sokkal nehezebb terepen is voltunk. Csak a Diós ennél Romhájnra tudok most hirtelen visszaemlékezni, ahol kidőlt egy hatalmas faltöltés, ami nem tudtunk átpászni, mert csúszott, ráadásul, mert vizes volt. És akkor bevágásba mentünk, még föl kellett mászni a bevágás tetejére. Ott kimászta egy erdei útig, és mire a bevágás tetejére felmászta, ami vizes volt és szintén csúszott, és csak ilyen izét, csak ilyen növények voltak, amiben tudtál esetleg kapaszkodni, de az is csúszott, tehát még azt se fogott meg, hogyha megcsúsztál. Tehát így volt, amikor fel kellett kúszni négy kézláb kb. És kimásztál a földút, amit kikerülted azt a fát, és utána még vissza a töltésre, vagy vissza a sinekre a bevágáson. Ja, és akkor itt a kicsit mutatom lejjebb is, hogy vannak itt ilyen futórózsák, nem micsodák, amik meg nem veszed észre, belegabajlik a lábad, és elbotlasz benne, hogyha kicsit nem figyelsz. Tehát itt még lefele is kell nézni, nem csak fölfele. És még eddig még viszonylag szerencsénk is van, hogy még nem ettek meg a szúnyogok. Valószínűleg még nem ébredtek fel a szúnyogok, de hát itt az erdőben még szúnyogok is lehetnek. De eddig szerencsére de nem sokat láttam, mert még nem csípkedtek agyon. Úgyhogy... Na most sikeresen túlhaladtunk egy ilyen nehezebb etapon. Most itt még mellette itt a kavicságyon tudok haladni, ez még a jó eset, de itt is meg kell kerülni itt valamit. Viszont úgy látom, hogy itt egyébként van vadcsapás, úgyhogy itt valami már járt előtte is, vagy valaki. Hát jó, valaki biztos, mert ketten előtte itt már átmentek. Hát akkor nekem is fog sikerülni. Vagy inkább menjünk erre. Ez az. Igen. De itt viszont van hely, úgyhogy itt át lehet menni. Igen, meg egyébként tegnap este esett az eső, és akkor kicsit nedves itt még minden. Ja. Nem vészes egyébként, meg most egyébként tipikus vonalbejárós idő van. Ugye most még időjárással is szerencsék volt, mert tegnap meg tegnap előtt is kánikula volt.
kurva meleg, most viszont egy 10 fokot hűlt a hőmérséklet. Vagy nem hülye vagyok a hőmérséklet, nem hűltem a hőfok, vagy a levegő, vagy hogy kell ezt mondani, de mindegy 10 fokkal hidegebb van, mint tegnap legalább, úgyhogy most... És nem süt 7 ágra a nap, úgyhogy most egész jól vagyok. Az ilyen érdekes dolog, hogy itt le van kedézve valamiért a vágány, és itt ugye nincsen semmi, tehát itt és az első útátjáról van, meg egy sima földút, és a másik is itt van a kerítés. Ja. Hát a szokták egyébként, hogy azzal burkolják le, itt is van betonaj, csak már betemette a sár. Ja. És itt is az van, hogy el van kerítve, viszont ezt elvileg nem is lehetne megcsinálni, mert ez MÁV terület. Meg hát ugye kikerítette le, és miért? Tehát ez meg megint a más egy... Nem a MÁV, az biztos. Nem, meg ugye nem villanypásztoros, mert olyat már láttunk korábban is, én vonal bejárásnál, hogy keresztül húzzák a villanypásztorot a vágányokon, mert ugye ott a legelőnek lekerítik. Az sem legális egyébként, de szokták csinálni, hát a MÁV meg nem törődik vele. Sokszor, hát amikor meg esetleg a van azért gyomírtó, mert az elemén végigmegy, az meg kidönti, aztán visszaépítik. Murony békésen ez történik, évente egyszer végigmegy a gyomírtó, akkor kidönti a villanypásztort, de aztán visszaépítik utána. Akkor látjátok, hogy a vezeték mentén megy a pálya, itt mellette megy a földút, hát most egy dolabig itt megyünk mellette. Szóval ja, és egyébként ez egy élő vezeték, csak úgy szólok, mondom, hogy ez egy működő vezeték. Hát igen, azért a vágány itt van, csak nem nagyon látszik, de hát itt mutatják a póznák, hogy merre megy, tehát lehet itt követni. Hát csak itt most egyszerűbb itt mellette menni ezen a földúton. Hát igen, még végig jó, hogy mondtam így, hogy ezából nagy visnyi, hogy még lenne értelme tovább küldeni vonatokat, de hát most itt azért nagyon rá kéne menni így a PFT-nek, hogy ezt járhatóvá tegye. Tehát azért lehet, hogy mégis olyan egyszerű, mint ahogy gondoltuk. Tehát haladunk meg. Itt már mellette itt a hegyek, völgyek itt mindenfele. Igen, és a színsőreket kicserelték 48-asra. És innen már jól járható, és tényleg. Szóval 1978-as, Diósgyőr 48-as sín. Hát igen, itt akkor valószínűleg volt valami PFT munka még a vonal életébe. Na és akkor erre megyünk tovább, mindjárt azért nagy visnyón vagyunk. Volt, hogy itt sokáig, ameddig belátható egyenesen, addig simán tudunk rajta menni. És még van egy cipő is. Na itt vagyunk, már, ez már nagy visnyó belterülete. Hát itt van egy útátjáró, aki kicsit ráholták a sarat, de hát ez még minimális. Ezen a legkevesebb, hogy járhatom a kerten, és itt viszont lekaszálták, itt valószínűleg a közmunkások dolgoztak. Ha itt vagyunk nagy vízcsön, megérkeztünk egy fénysodompos útátjáróhoz, látjátok, és a fénysodompó az villogja a fehéret, tehát itt nem szerelték le, működik. Itt van egy patak, ez nem tudom melyik patak, majd valaki megnézi a térképen. Ez is így. És ugye arról jöttünk, ugye arrafele, és ez az AS 400-as, tehát ezért itt vagyunk, itt már tényleg a 400-as szelvényben. Lassan megérkezünk Nagy Visnyó állomásig, hát 5 km-re van Szilvásváradtól. És már nagyjából annyit jöttünk is. Hát itt van a Mézga csatlakozó. Ja, csak ez itt most le van zárva. De szerintem itt lesz itt a pályát. Igen, csak itt vigyázzunk, mert lehet, hogy vannak dadasak benne, úgyhogy csak óvatosan mászkáljunk mellette. Bár ilyen hidegben nem veszélyesek még a dadasak, hát olyan hidegben, hát 20 fok van, de még itt még nem túl aktívak. És akkor na, itt vagyunk a Nagy Visnyón, és itt látjátok az állomás épületet, tehát át lehet alakítva, nem igazán lehet felismerni, de ez volt az. És itt volt a mellékvágány az egyik, meg itt volt a másik, három vágányos állomás volt. Tehát a kitérő vágány az itt volt, itt a kandelábelek mellett még elfért egy. Hát nem látszik, hát hogy eltüntették ott a padlásnál, volt ez a köralakú, azért a luk, ami a legtöbb ilyen hévszabványi épületnél volt. Ez egy ilyen hévszabványi épület volt most, hogy másod vagy harmad osztály, azt most hirtelen nem tudom, hogy melyik, de... Meg ezt is utólag építették hozzá, ez nem volt ott, ez a mellékrész, tehát teljesen átalakították. Még az utcafrontról megnézem. Tehát látjátok, hogy maga az állomás nem volt rossz, ha jár itt Nagy Visnyón, mert itt már ugye a falu széle van. És akkor így néz ki az utcafront felől. Mindjárt fényképedet csinálok róla, csak megmutassam nektek. Hát itt van. Hát átalakították, ez már igazából magánház. Ugye, nem tudom, lehet, hogy panzió van itt, vagy nem tudom, mert hogy voltam. Panzió? Igen, akkor jól tudtam, hogy egy panzió. De mindegy, tehát már magántulajdonban van. De legalább ugye az épület megmenekült, hát ugye nem alakít. Hát még megőrizhetik volna eredeti állapotában, de hát nem lehet nyertek edes. Hát ugye szerintem az erkése volt ott, az is utólag építették oda. De hát végül is jól néz ki, mert ugye fel lett újítva teljesen, tehát még
Nem érti szó, úgymond a ház elejé, csak hát ugye itt így már a régi stílusából semmi nem maradt. De legalább maga az épület hasznosítva lett. És igazából már lassan mennek is örülni kell majd manapság. Na itt vagyunk nagy visnyó után, hát ez érzi, de itt azért szépen néz ki a környék. Hogy ott a töltés a vágány alól. Itt. Hát igen, még ezzel már nem megy át semmi. Hát ez már ugyanaz, mint a igen. Ez már az, ezzel nem megy át semmi. Vakonybánk. Tudom, is ez nagyon... De milyen megfontolásból csinálta, az jó kérdés. Nem az. Hát így biztos nem. Maguktól így biztos nem. De legalább innestől kezdve jól járható a pálya. De ez a sok kő, ez így kipakolva. Ja. Hogy ezt miért csinálták, meg hogyan? Jó kérdés. Mert hogy amit mutatott a tárgyal, valamit lebontottak, igen, azt az üzlet, az rengeteg követ ide hívottak. Hát, valaki igazán unatkoztatott, hogyha ezt megcsinálta így végig, ott a 408-as szelvény. 408-as szelvény. Itt volt egy megállóhely, itt perond is épült, a 420-as szelvénybe itt. Ez egy idéglenes megállóhely volt valami erdei iskolának a tábora és Anna. És annak épült idéglenesen. Hát ez még szintén egy ilyen 2000-es évek közepe környékén lehetett. És hát akkor használták, hát szerintem azóta se. De ez a megállóhely, de legalább ennyi megmaradt belőle. Hát ez látszik, hogy ilyen gyorsan megcsinált peron volt. Milyen átszél? Hát itt ilyen betonaljakból kirakták, meg feltöltötték kővel, és ennyi volt a peron, de hát ez erre elég is volt, az egy egyszerű alkalomkor használták, ha jól emlékszem. Ja. És hát akkor nem mehetünk tovább. Hát. Következő megálló az, igen, neki Ézseny, az ilyen pár kilométer, és már itt lesz. De nem semmi sziklafal van azért itt is. Ja. Na hát itt meg azért megint egy picit rosszabb a helyzet, pedig azért nem sokkal, mert ezzel még lehet menni, de azért igen. Itt látszik, hogy a gaz az van. Ez van. Ja. De kidaposták itt nekünk az utat, szóval olyan nagy baj nincs. Kedelmet minden van már. Hoppá. Ja, azért itt... Már több látok ott egy Dávidot a háttérben. Menjünk akkor tovább. Na, hát itt vagyunk valahol az erdőben, ott valahol alattunk van a vasút. Valahogy jöttünk errefele. Megyünk valahova arrafele, hát előbb-utóbb visszajutunk a vasútra. Valahol itt van alattunk. Csak letértünk megint a vasúton, akkora volt a gaz. Ja, most próbálunk itt az erdei úton menni. Előbb-utóbb meg lesz. Hát valahol itt van alattunk. Bár most én nem néztem rá a térképre, hogy merre járunk, de követjük a vasutat. Dob egy évet a vasút, akkor szerintem meg, akkor visszajutunk oda. Na, kiértünk nagyjából az erdőből, és most itt vagyunk egy... Hát itt valami azoknak a közepén, itt a susnyásba. Ha minden igaz, tehát itt egy átvág... virágos. Igen, ott átvágunk ezt a dombon, meg ott a villanyvezetékek vannak, azért még az előtt valahol kire lennie. Ott lesz, itt van az erdő. Igen, tehát ott látszik a háttérben ott a villai vezeték, ott a póznákkal, tehát még azelőtt kell lennie itt. Átmegyünk ezen a kis dombon, ezen a minin, és utána ott alatta. Egyébként nagyon szép környék, tehát ha erre elnéztek, minden itt. Jó környéken vagyunk. Közben kezd kisütni a nap, és visszajöttünk a vasútra is. Hát itt látszanak a sinek, megérkeztünk. Igen, itt a távíró póznák, azok mutatják a nyomvonalat. Hogy itt ezt a szakaszt kerültük el, ami errefele van. 421, ha jól látom, szelvénykő. És arrafele megyünk tovább. Hát itt ez simán járható szerintem. Lát, majd haladunk tovább. Hát ott látszik, ott a távíró póznák, ott mutatják, hogy hol fordul el. Tehát ott majd egy balost fog dobni. De háttérben a villanyvezetékek alatt megy. Azt is lehet éppen, de most... De ott na, megérkeztünk, ebben felmásztunk egy hatalmas dombra, itt a villanyvezeték az a domb alján van. És ugye azt is megmutattam, hogy honnan másztunk ide föl. Ó, azért ez kimerítő kaptató volt. De ott jönnek fel a többiek, tehát de onnan jöttünk. És arra fele fogunk majd tovább menni itt. Viszont itt van, aki meg nagyon kényelmes helyet talált magának.
grillező, ilyen kerti szék, meg stb. Így az igazi. Így megkerültük itt a sineket itt nagy évbe. Nem biztos, hogy jó ötlet sportpassz, de mi Sivába átjöttünk volna. Mert itt egyszerűen a kaptatól jöttünk fel, előtte ezzel a meredeken jöttünk le. Hát nem volt semmi, a többiek még ott szenvednek valahol. Errefele van meg a vágás, és kivegyünk a kotmot, meg már a kristálytiszta a nyomvonal. És megérkeztünk nehézkeny megállóhoz. Itt kezdődött a peron, ugye. Ott a gazbatőzé van a pálya. Itt vannak a távvidóvezetékek, azok még megvannak, és itt sétálunk a peronon. Hát ennyi maradt belőle. Mindjárt leküzdik azt a durva emelkedőt, aztán jönnek. Egyébként szép tájon van, de hogy mindegy tettek ide megállót a semmi közepére? Azért szélek, hát ez még egy faluhoz semmi köze nincsen. És még itt vagyunk, és itt vagyunk a semmi közepén. Mindegy tettek ide megállót? Tehát látjátok, és se közel, se távol nincsen semmi, de itt volt egy megálló. Meg itt vannak a betonaljak is. Azt mondta, hogy az az út már a faluba visz? Igen. Akkor lehet, hogy annyira mély sincs az ég, igen, és ott a háttérben már látszanak házak. Akkor lehet, hogy nem volt igazam, és akkor tényleg ide. Bár, de hát lehetett volna közelebb is tenni azt a megállót, akkor oda, nem? Bár még arrafelé elmegy a vasút, tehát lehet, hogy tényleg itt ért a legjobban, de várjatok meg, és várj meg a többieket. Lehet, itt volt a peron vége, és ez az út, ez vezet le a faluba, tehát ez tényleg jól lehetett itt lesétálni. És errefelé megy tovább a vasút. Hát jó, de mondjuk ennél közelebb nem tudták, hogy ebben, hogyha itt lett volna a megálló hely, annyit lehetett volna, hogy ideig eltolni a peront, és akkor itt. Szerintem tök mindegy. Igen, és akkor itt szálltak volna. Hát jó, amikor 50 méterre kevesebbet kell gyalogolni, az számíthat. Manapság már, amikor 10 métert most kell gyalogolni, az emberek simán. Na hát egy kisebb bozott halsz után kijutottunk ide, és innen már azért sokkal jobb a helyzet. Ezen a dzsumbujon jöttünk át. Errefele haladunk tovább. Hát itt egész jó a telep. Hát igen, most azért menjünk, ameddig tudunk, de addig ödüljünk, ameddig ilyen. Igen. Itt most jó a helyzet. Ez nagyon jó. Itt vagyunk valahol Csokvaománynak a határában, és itt van egy felüljáró, és errefele haladunk tovább. Megérkeztünk Csokvaománynak, itt van a megállónak az esélybe állója. Szerintem be is lehet ide menni. Benézünk. És itt van. És tényleg ez volt itt a sűrű álló. És tényleg. Hát ennyi volt, igen. Csokvaomány, esőbe álló. A Csokvaomány után kijöttünk egy hatalmas nagy gazból, és megyünk tovább sáta fele. Ilyen jó a pálya, legalábbis egy darabig, ameddig ellátunk. Hogy valószínűleg itt volt valami jelző. Például előjelző vagy főjelző, mert szerintem inkább főjelző, mert már elég közel vagyunk, és innen jöttünk. És sáta főjelző. És így errefele van sáta. Bár sáta az megállóhely volt. Sáta, úgy tudom, hogy sáta nem állomás volt, hanem megállóhely, tehát szerintem nem tudom, milyen jelző lehetett itt. Viszont sáta után nem sokkal, ugye volt az útátjáró a Sodompóban. Már meg annak sem hiszem, hogy volt jelzője, hát, ameddig ugye ott bakter volt, az tekergette a Sodompót a vonatnak. Jelző nélkül is, nem kellett neki jelzőt állítani, csak sodompót letekerni. Hát ugye haladunk tovább, lassan már benn vagyunk sátán. Igen, innen jöttünk, na itt megint egy tisztásra jöttünk ki. Indítek, és akkor ott amelyre a póznák mennek, arra megy a vasút is, hát itt szépen nézzük. Ott van egy szelvényke, ami nézzük, hogy hol tartunk. Hát ezen a bozott túlán vagyunk túl. Haladunk már itt, és itt már a környéken ezek már sátaházai. Ez vár még ránk, mindjárt indulunk tovább. De már közel vagyunk sáta megállóhelyhez. Itt vagyunk sáta előtt, aztán nyomjuk a bozót harcot. Bár itt járt már valaki, úgyhogy tényleg itt az ember magasságú gazba így lehet haladni. De viszont itt valószínűleg soha többet nem fog vonat járni, hogyha ezt jobban megnézitek. Akkor, inkább az a hihetetlen, hogy itt 11 éve még vonat jár. Ez nem semmi. Bár itt viszont meg jól járható, most így, hogy le van taposva. Én megyünk előre, hát már mindjárt itt vagyunk sátánál. Sátai életkép, ott a temető, itt halad a vasút. És ugye arrafele van a megállóhely.
És akkor itt vagyunk, közben a temetőt elhagytuk. Ugye erről jöttünk, itt kanyarodik el a vonal. Arrafele meg tovább. Itt már közel a megállóhely. Na, ezen a dzsumbújon jöttünk keresztül. Nem volt semmi, és ott van egy kereszt. Marci mögött, ott van egy kereszt. És errefele meg tovább a vasút, de itt már tudjuk követni, itt mellette is. Most itt a beérkeztünk sátára, és 87-es vonalat bejártuk, itt van mindenki. Úgyhogy meg vagyunk. Én is itt vagyok. Sikerült, most várjuk a buszt vissza Szilvásváradig. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Hát még végig a buszon bejelentkezhetünk, hogyha megvárjuk, meg sikerült felszállni. Sát a vegyes volt megállónál, felszállunk irány Szilvásvárad. Van annyi pihenőidője. A motorkocsi is ugyanaz, mint reggel volt. Az igen, ugyanaz. A személyzet. Az enyémben biztos, de annyi baj legyen. Én. Közben megérkeztünk vissza Szalajkövölgyre, itt fogunk felszállni majd a vézért, és megyünk vissza Pestre. És ugyanaz a motorkocsi fog jönni, ugyanaz a kettő, ami reggel is volt. Ezt most láttuk, az ment most el az előbb. Majd 4 óra múlva visszajön, és akkor arra felszállunk. Úgyhogy egyelőre ennyi. Itt vagyunk Szilvásvárad Szalajkövölgyre, meg is kutatjuk. Itt van a Szalajkövölgyelmás. Igen, múltkor is itt fejeztük be a videót, amikor a sátáiba jártuk, akkor is itt szálltunk fel a vonatra. Ez most se lesz másképp. Tehát ugye haladunk közben. Hát és hát most bemegyünk Egerbe, ott lesz egy 5 percünk kb. Átszállni a földre, és itt az alagút. Az egyik, és mindjárt lesz még egy alagút, de 0-8-as vézé volt. Ti most nem láttok semmit, ugye a kamerán, egyébként én se, a kamerán kívül, de ez volt az alagút. Na, közben megérkeztünk, mert itt vagyunk a Flörtön, hát most éppen Makláron várjuk a keresztet. Mindjárt az ellenvonat beérkezik ide a másik vágányra, aztán utána megyünk tovább. Ja, nem, hát akkor megyünk, akkor beérkezett az ellenvonat. Vagy nem is jött. Hát, de jött az. Akkor mi látunk meg? Még itt vagyunk azért az egri gyorsan, ami most kék fölött, úgyhogy haladunk majd a keleti fele. Legalábbis én, aztán majd ugye előbb-utóbb elfogyunk, ahogy a végére érünk a menetnek, mindenki máshol száll le. Egyedül Tomi, a Bihámon, meg Keletben. Tomi lesz a 60-ban, akkor mi elmegyünk a keletig, aztán én ugye Tolival megyek tovább, vagy Metróval, tényleg hát ugye megint másfele. Ja, akkor haladunk. Na, 19-15, ott is látjátok az esküdbe. És este 9 órakor van. És mennyivel? 89-el csapatjuk itt a... És esküdesebb fele. Úgyhogy haladunk.